Ezen két hete edzünk, ugye? Nagyon jól dolgoznak a srácok, nagyon nagy reményekkel vágunk ennek a szezonnak is neki. Szeretnénk minél több trófeát begyűjteni, hogyha úgy is stílszerű akarok lenni, akkor van 3 sík, 4 karika, jó lenne hozzá 3 trófea. Azon leszünk, ezen fogunk dolgozni. Azt gondolom, hogy elkezdtünk úgy erősíteni, hogy fiatal játékosokat hoztunk, az ifjúból is hoztunk fel játékosokat, de a legnagyobb erősítésnek azt gondolom, hogy ez a csapat együtt tudott maradni, ami remélem, hogy előny lesz a bajnokság és az Európa Liga mérkőzések alatt is, hiszen amúgy is egy jó keretünk volt, ezt nagyon nagy bravúrnak tartom, hogy ez együtt tudott maradni. Vannak még erősítések a látatáron, 1-2, esetleg 3 emberről van szó. Olyan játékosokat szeretnénk hozni, akiket a kezdőcsapatba tudunk berakni. Remélem ez sikerülni fog, de továbbra is hangsúlyozom, hogy a legfontosabb az, hogy ez jó keret együtt tudott maradni. Az Aston Villától jövök, 7 évet töltöttem Angliában. Nem tudtam, hogy oda kerülni a felnőtt kerethez, és úgy érzem, hogy következő lépésként nekem a Győr egy tökéletes lehetőség. Minden adott a komoly és a kemény munkához. Nekem pedig ugye legfontosabb az, hogy bekerüljek a csapatba, úgyhogy én most azon leszek, hogy oda kerüljek a kezdő csapatba, mert játszani szeretnék. Úgyhogy nem szeretnék túl nagy dolgokat mondani, az majd minden a pályán majd el fog dőlni, hogy mire vagyunk képesek. Köszönöm szépen, egy másik hazatérő Indekkel József, aki egy kölcsönjátékosként az elmúlt időszakot nem Győrben töltöttem, most viszont úgy érti a felnőtt kerethez. Neked milyen célja vannak, hogy esetleg egy-két pont arról jössz, hogy hogyan érted meg az elmúlt héten, miben fejlődti a rendszertet? Először is meg szeretném köszönni a Siófoknak és a Paksnak is, hogy állandó játék lehetőséghez tudtam jutni. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudtam fejlődni, kellő meccsrutint is tudtam szerezni. Mindenféleképpen én is az elsődleges célom az, hogy a keretbe, illetve a kezdőcsapatba be tudjak kerülni. Nem lesz egyszerű, minden játékos ugye játszani szeretne, mint ahogy én is. Mindennek fogok tenni annak érdekében, hogy az Atónak az erőssége tudjak lenni. Köszönöm szépen, itt van velünk Kéri Alexander, aki segít nekünk folytani. Nigos Kocsics szintén hazatérő, abból a szempontból, hogy az elmúlt két esztendőt a tengeren túl költötte. Az Egyesült Államokban, Kanadában játszott. Várunk tőle is kérnénk, hogy mit vár egyébként, csak annyi, hogy nagyjából hasonló formában hozzát azt elmondani, hogy amikor ide került. You are coming from the overseas, and we would like to know what your expectations are. Yeah. Well, first of all, I want to say thank you for having me here, and I'm looking forward to get the best result we can in the Europa League, and I'm here to win the title with the Eto. So I'm not looking at anything less than that, and I'm going to keep the standard up for me and my teammates. Természetesen szeretném megköszönni a meghívást a csapathoz, és hát tulajdonképpen kisebb reményekkel nem jöttem, mint hogy az Európa Ligán minél jobban teljesítsünk, és egyébként megszerezzük újra a bajnoki címet. És erre törekszem én is egyedül is, és a csapattársaimmal együtt. Köszönjük szépen, és Csató Martin, fiatal játékos, aki most került fel az első kerethez. Ugye az édesapja, akik itt vannak, nagyon emlékezhetnek, hiszen a 90-es években, amikor őbe került, akkor nagy kedvenc volt ő is. És hát meglátjuk, hogy érjünk, hogy azt mondjuk, hogy a Csató Martin apukája játszott Győrben, vagy pedig meddig marad a Csató Sanyi fia Martin. Martin egy pár mondatban lész, és mutatkozzál be, hogy hogyan tudtad a átvételt, ilyesmi. 7. évemet kezdem itt az Etóban. Egészen kiskoromban kerültem ide, 14 éves voltam, még 14. életében csak töltöttem be. Akkor kerültem ide, és végigjártam.